Ez a Sláger reggel, a Sláger FM-en. Vágó Pirossal, Abaházi Csabával és a legnagyobb slágerekkel változatosan. Jó reggelt kívánunk 6 óra után 7 perccel, és ahogy Dudás Ádám már a hírek végén jelezte, ma Csabit Csabira cseréltük, Abaházi Csabi Szabin van, és Azurák Csabit köszöntjük, vagy Csabát. Én nekem eddig te Azurák Csaba voltál. Köszöntünk téged. Lehetek itt. Csabi, sziasztok. Hello. Hogy szereted, Csaba Csabi? Mindenhogy. Vagy Azú. Igen, Azú. Hát gyerekkoromban a bátyámmal azonos néven futottunk, csak ő volt a nagy, én a kicsi. Nagy Azú, kis Azú. Nagy Zuzú, kis Zuzú. Úgyhogy minden jöhet. Igen, és azért hívtuk egyébként a Csabát, vagy Azút, és azért egy másik Csabát, mert hogy ő is olyan jól énekel, mint az Abaházi Csaba. Ez frankó, komoly. Dehogy is. Pedig én már pont elhittem. Na jó, kora reggel van még ahhoz, hogy gyanút fogjak. Úgyhogy légy szíves, 8-ig ne. Kellő mennyiségű alkohol után bármilyen buliban. Oh. Igen, tehát olyan volt már. Ki volt tudja, már. Reggel még sok meglepetést tartogathat. Úgyhogy még az is lehet, hogy előkerül valami pia, valami dal. Igen. Na majd meglátjuk. Na 6 óra 8-kor elértünk a témánkhoz ezek szerint, és megdöntöttük az Azú 25 éve épített imidzsét egy pillanat alatt. Ó, nem, ez még szerintem az a helyzet, hogy én minden nap megdöntöm. nem építgetek, de egyébként az nagyon furcsa, hogy tényleg van az emberekben egy kép rólam, ami sokkal komolyabb, mint amilyen én vagyok. Hát általában... Hát de ugye, hogy is lehetne... Hát egy kockafejű srác a tévében, aki általában az akóban, inkben... Nagyon komoly témákról, nagyon komolyan nyilatkozik, igen, meg beszél. Meg nyakkendőben, így van. És éppen ezért, amikor civilben találkozom olyan emberrel, aki nem ismer, akkor mindig csodálkoznak, hogy hát mondjuk te farmeros vagy pólós vagy, ilyen jó fej is tudsz lenni. Néha mondjuk egy félreismerés, de mindegy. Igen, néha beleszaladok ilyesmiben, de tény is való, hogy sokkal ilyen kockafejű srác vagyok a tévéképernyőn keresztül, mint az de élelem. Nem rövid gatyába jöttél, pedig most 38 fok lesz ma. Tehát simán megengedhetted volna magadnak, hogy kibújsz annyira a híradós mi voltodból, hogy á, rádióba jövök. Az a helyzet, hogy van ma egyébként egy adásfelvétel, és én most ilyen farmer zakóban nyomom, tehát sötét farmer és zakó, úgyhogy ezért nem jöttem rövid nadrágban, de tegnap például rövid nadrágban voltam. Sőt, vezettem már híradót is rövid nadrágban, ezt elmondom, tehát van fotó, ugye, majd megmutatom. Neked. Jó, igen, Ádám mesélte, szerintem ez a legviccesebb, amikor alul strandpapucs, a kis lábúj közös, tanga papucs, igen. Rövid gatya, és akkor fölül még nekem nyomját. Foci cipő volt azért, mert amikor befejeztük 4-8-kor a tényeket, akkor 7:30-tól volt focipályánk onnan 10 perce, de már nem volt időm átöltözni. Klód gatyában, abban a suhogós rettenet gatyában. Látod, Piros, a prioritások, ugye? Nem suhogós, meg klód gatyában. Hát tudod, az, amiben focisztok, az a ilyen borzalmas anyag volt. Ja, de az nem klód gatya. Nem, ez egy normális sportszerkó volt, de hát foci. Mutatok képet. Jó. A rádióban írtam. És patentosink, tudod, és csak letépni magáról, alattamt a mez. Egy az egyben így képzelhetjük előtt. Megint beindult a fantázián. A fantázián viszont elindult, igen, 6 óra múlt 10 perccel. Ez a Sláger reggel. És mai vendégünkkel, Azurák Csabával. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, pontban 6:45-kor. Amikor jöttem befele, akkor a szokásosnál is nagyobb forgalmat tapasztaltam, úgyhogy most megint csak megnézzük felülről, mi a helyzet a főváros útjain. Emelkedjen felül a közlekedési helyzeten! A slágerkopter felszáll, jönnek a legfrissebb infók az utakról, felülnézetből. Pedig föntről meg az látszik, hogy pont a Szabik miatt félig üres a város, úgyhogy ha az autósok azt gondolnák, hogy ne ez az végre, nincs dugó a Belgrád rakparton, tolunk neki egy kövéret, akkor készüljenek arra, hogy a csekk is az lesz, amit kapnak érte, ugyanis ott a szabad sajtó útnál állnak a rendőrök és mérnek. Hamarosan újra felszáll a slágerkopter. Addig is a fontos közlekedési információit írja meg a 0630-30-30-103-as számra. Ez a dal pedig aktuálisabb sem lehetne. Nyár van, 37-38 fok, marad még elméletek a következő napokban is. Nálunk pedig akkor induljon a reggel, a Neotonnal és a Nyárvannal itt a Sláger FM-en. 103.9 Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger reggel Vágó Pirossal és Abaházi Csabával. És Dudás Ádámmal, illetve Azurák Csabával a mai vendégünkkel. Ádám viszont már is hozza a színes híreket a nagyvilágból. Mi a nagy újság ma? Ez a nagy újság. Lapszemle a Riposzt támogatásával.
Figyelj, Piros, ez főleg neked szól. Albérletet keres a világ legdögösebb dokia, írja az egyik bulvárlap. A Facebookon adta fel a hirdetését, és egyből rá is haraptak a csajok. Aztán ő azt mondta, hogy tulajdonképpen nem is keresne azért annyira szállást, hanem inkább igen, az egyetemi tanulmányaira készülne. Ez egy PR akció volt szerintem a részéről, de a lányok elkezdtek kommentálni, úgy hozzájuk azért jöhet ez a pakisztáni srác, akár ingyen is. Megértem. Elnézve a fotókat, egy helyes barna, és amikor végleg levett a lábamról, az az a pont volt, amikor megláttam a kutyás képét. Mert hogy képes volt kutyával tolni. De most ezt nem mondod komolyan, hogy a kutya döntött mellette, hogy befogadnád. Hát nem azt mondom, hogy az döntött mellette, mert egyébként is jó képű, meg helyes, mosolygós, kilátszik az összes foga, hogy mosolyog, de itt egy kölyök német juhásszal. Hát az akkor Pirosnál már mindent ilyen kevés érte. Elég, nem? Tehát, hogyha kilátszik az ember fogani. Egyrészt, hogy megvan. Te figyelj, férjed, meg szoktam mutatni a fogát. Meg minden este csekkolom. Megvan, mosolyogjál, jó, szuper. És Attila mit szólna, ha hazavinnéd ezt a rossz doktor juniort? Hát, valószínűleg nem örülne neki. Nem kellene hazavinni, befogadni, nem? Egy kicsit egy szobában. Azt mondanám, hogy átmeneti szállást kér, mint... Mint a macska, amit múlt héten hazavittél. De egyébként szóval ügyesen használja, nem a srác a közösségi médiát, mert gyakorlatilag valószínűleg ez tényleg csak egy ilyen csajozós, szerintem egy csajozós ilyen akciója volt. Bejött, látod. Hát. Be. Igen. Ránézésre... De egyébként, ha teljesen a szortimentet ki akarja meríteni, akkor kéne még egy kisbaba, mondjuk egy unikorn is még mellé, meg egy delfin. És akkor az szuper. Összes csajt, ott lihegnénk hát mind a babában, nekem. A babában nem vagyok biztos, nem? Az unikorn is meg a kutyát azt megszavazom. Hát igen, tehát most szerintem azok a csajok, akik befogadnak, nem kisbabával fogadnak. Szerintem van, aki biztos az anyai ösztönöket hozná elő belőle így a kép. Régi közhely, hogy tudunk csajozni egyébként jól le kutyával és kisgyerekkel, igen. Én annak idején természetesen nem éltem, amikor picik voltak a lányok. Te a szemüvegeddel, igen. Úristen, de a kutyátok van? A családban van kutya, nekünk nincsen, mert itt Budapesten nem kertesházban lakunk, és itt nem gondolnám. De a lányok nagyon szeretnének, tehát az én két kislányom folyamatosan rágja a fülünket, úgyhogy tengeri malacaink vannak. Nózi és Pisze. Szőrös négylábú, jó, az nálam a szőrös négylábú a kategória. Hogy az már jó. Piros, a lényeg, hogy költöznetek kell a családi házba. Értem, nekünk. Igen, hát befogad ezt az orvost, hát hova teszed? Ja, igaz, a kutyát. Ez volt a mai nap nagy újságja. Lapszemlét hallottak a Riposzt támogatásával. Sláger reggel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 3:47 előtt járunk 4 perccel, ilyenkor még jól megy a pontos idő, aztán később romlok el. Viszont Ádám már is folytatja. Fokozzuk a furcsaságokat. Atomerőműben rendeztek szépségversenyt Csehországban, amelynek a nyertese gyakornoki állást kap náluk. A lányok nyilvánvalóan fürdőruhára kellett vetközni, és egy biztonsági kalapot viselve pózoltak. Az erőmű Facebookon kért ugyanis segítséget, hogy követőik szavazzák meg, ki a legszebb lány. Nem szól a hír arról, hogy egy atomerőműben miért kell lány szépségversenyt tartani. Hogy jól érezzék magukat a igen, munkások, nem? De én először azt gondoltam, hogy az atomerőmű dolgozói között tartanak szépségversenyt. Igen, nem? Nekem de, is de, egyébként így de ez volt. Ez akkor külsősök. Külsősök. Ádám, de olyan nincsen, hogy biztonsági kalap, te. De biztonsági, de azt írja, hogy biztonsági hát, kalapot viselve. Az így írja, milyen a biztonsági szalmakalapod, amely járkászt járok te. Olyan, amit az egész, hogy ettől függetlenül én azon a képen nem is látom a kalapot. Nem is mindent föl szokott olvasni, amit elé tesznek, vagy amit oda írod? Nem, azért szelektál menet közben ügyesen. Volt egy olyan főnököm, akit úgy hívtak, hogy az Urák Csaba, nála mindent lehetett. Itt is úgy látom. Hát furcsa ez az egész, hogy egy atomerőmű, nem tudom, PR akció lehet ez, hogy szép, vagy annyira nincs dolgozó, hogy így toborozzák a lányokat? Tehát ugye itt egy gyakornoki állás volt a fődi, vagy csak a főnökség, vagy... Hát vagy lehet, hogy pont azért vesznek fel ugye ilyen csajt, hogy vele már aztán lehet kínálni az állást, hogy na nézzétek, nálunk ilyen jó csajok dolgoznak. Hát, és akkor így már... Szerintem Piros ilyen naív, vagy lehet, hogy a HR főnök egy pasi volt, és csak jó csajokat akart nézegetni napközben. Át kéne ültetni Magyarországra, nem? Tehát, hogy mondjuk Paks 2-t is így népszerűsíteni, aminek egyébként is rossz a PR-ja. Tehát Paks 1-ben lefotozzák az atommagnál. Szerintem ezerszer jobb csajaink vannak. Na. Tehát így a magyar csajok simán lefőznék ezeket a csecsajokat. Ha én mondom, én mondhatom, nem? Jó, én is mondhatom, sőt mondom is, mert most éppen hétvégén külföldön jártam, és megint megállapítottam, képzeljétek el, megint megállapítottam, hogy tényleg nálunk, meg a kelet-európai vagy közép-európai térségben, tehát szlovák, cseh, lengyel, magyar lányok
Hol nem a szépek legjobban. A lányok ezek szerint? Hát most az ibériai félszigeten jártam, ahol elvileg kell lenni egy csinos lánynak, de nem, szóval itt Magyarországon azért jobb a felhozat. Éljenek a magyar csajok! Hajrá! Ez a Sláger reggel! Jó reggelt kívánunk 3:47 után egy perccel, és már is folytatjuk egy nagyon rövid hírrel. Igen, nem megyünk messzire, méghozzá Szegedig. Kis Gabit választották 2017 nemzet szépének. Őről a tudni kell, és itt jön egy csavar a történetben, egy 21 éves ápolónőről van szó, aki nem akar máshol dolgozni, maradna ápolónőként, mert ő nagyon jó tapasztalatai vannak, ő ugyanis egy súlyos betegségből gyógyult ki, és elhivatottnak érzi magát, hogy ezt a pályát folytassa, annak ellenére nyilván, hogy nem a legjobban fizető pályák közé tartozik. Mi pedig úgy gondoltuk, hogy fel is hívjuk, úgyhogy Kis Gabriella itt van a vonalban. Szia, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello Gabi, nem kaptál még egy ajánlatot egy budapesti bútoráruháztól, ahol keresik az ápolónőket? Más feladatra? Nem, sajnos még nem. Sajnos? Nem mennél egy bútoráruházba szerintem, mert ugye pont azt meséljük, hogy te igazán elhivatott vagy az egészségügyi pálya mellett. Igen, igen, és ezért is nem értem, hogy miért mennek sokan máshova. Tehát számomra ez kicsit felfoghatatlan. Na de nem vagyunk egyformák, úgyhogy mindenkinek más a... Hát én tudnék mondani egy-két indokot, Gabi, szia, jó reggelt. Na figyelj, én azt szeretném tőled megkérdezni, hogyha itt kora reggel lehet beszélgetni, hogy ez a nemzet szépe, ez egy szépségverseny volt. Ide te jelentkeztél, vagy a kollégák? Vagy anyukád, vagy a barátod? Küldte be a jelentkezésedet? Tehát, hogy te érezted azt, hogy indulnod kell, vagy valaki más jelölt? Nem, hát a tavaly volt egy lány, Bontovics Virág, ő is jelentkezett, és úgy gondolta, hogy én vagyok a legmegfelelőbb ember erre, hogy én induljak Vajdaságból. Uh-huh. Hát ez ki is terült, hogy te vagy az. De emellett egyébként a munka mellett még modellkednél is? Mert nyilván kell azért pénzt is keresni, hát nem keresnek sajnos olyan jól manapság az ápolónők. Hát tulajdonképpen nem modellkedek mellette, most ugye persze nemzetszép és fotózásokra járok, de előtte sem modellkedtem előtte, én meg vagyok elégedve mindennel, tehát attól függetlenül, hogy most otthon kevesebb volt a fizetés, én örülök ennek is, úgyhogy én teljesen hát elégedett vagyok. Elsőtig gondolom a sztereotépet, a csinos nővér stetoszkóppal a nyakában, nem? Tehát, hogy a fotókon azért ez szokott szerepelni. Meg arra gondoltam egyébként, hogy valamelyik lábadozó beteg látott benned fantáziát, de gyorsabban gyógyult, és azt mondta, hogy bedevezem ezt a lányt, nem? Hát azért ez egy faktor, tehát ez gyógyulás segítő faktor, hogyha az embert kellemes hölgyek veszik körül, már a férfi embert. Kapsz ilyen bókot? Kapsz ilyen bókot? Ó, magától még jobban gyógyulok már, hamarabb elhagyom a kórházat, csak nagyon, hiányozni nagyon, fog. Nagyon sokszor volt már ilyen, és volt éppen, hogy múltkor az egyik beteg éppen elkezdett nekem éjszaka énekelni. Tehát... Ó, szerenádott! Szerenád? Hát majdnem, hát igen. Na, van, látod, ezért is jó, hogyha az ember nem Hildegárd nővér. Köszi. Nővérke, vizsgáljon már felül. Igen, és mondjuk el, hogyha fürdessük a betegeket, akkor is. Úr, és olyan jó, hogy egy ilyen szép nővér fürdet. Megyünk Szegedre. Köszönjük szépen Kis Gabriellának, a nemzet szépének. Jó munkát kívánunk és neked. És kitartás. Szia, Gabriello. Köszönöm szépen. Szia, szia. Sziasztok. Mi pedig folytatjuk hamarosan a gyerekjátékkal, úgyhogy ehelyt lehet most jelentkezni. Lehet még felelni, bár ugye kitört már a vakáció, a kérdések egyszerűek, tanár, bácsik és nénik pedig nagyon barátságosak, úgyhogy 0630 30 30 103 hívják, írjanak. Sláger reggel. Továbbra is az Urák Csabával egészült ki a mai kis stúdiós csapat. Itt van Dudás Ádám is, na meg Andi a vonalban, a játékosunk. Szia, jó reggelt! Igen, én vagyok, szevasztok! Jó reggelt, Andi! Jó reggelt vagyok! Hú, de jó! Jól indult a napod ezzel, vagy már jóval korábban? Igen, már nagyon régen nem tudok bekerülni. Na, hát látod, most sikerült. Látod, én kellettem hozzá, hogy bekerüljél, Andi. Igen, te kellettél. Na, akkor segítek majd itt puncsolt Csaba. Gyerünk! Andit szeretném! Andreát akarom! Na, nekem! Egy kapcsolat kibontakozik, nagyon jó. Kezdjük is, figyelj! Erre még egy gyerek is tudja a választ. És te, gyerekjáték. És a témáink, vagy a tantárgyaink, bocsánat, a föci, a magyar és a töri. Magyar. Magyar? Már is, figyelj! Mi az iniciálé?
Micsoda? Mi az iniciálé? Az iniciálé az a díszes kezdőbetűk a... Igen! Igen. Tök jó. Azt hittem, hogy ebben most megküzdünk, de nem. Hát van, aki tudja ám ezt állítani. Pont, igen. Na, azt mondja, hogy egy ajándékkupon a nyereményed a Fresh Naf áruházak jóvoltából, valamint 2 darab belépő nyári Károly koncert az Operában című előadására. Jaj, július 7-ére. Ez volt az álmom, meg van macskám, meg na, kutyám, meg mindenem, oh, és itt vagyok én is harmadiknak, de... Jaj, tök jó. Hogy hívják a cicát meg a kutyát? A kutya az a Lotti, Lotti? Ilyen menhelyből kihozott uh-huh halálsorból, a macska Cuki meg az utcán, az meg a Kormi, mi lenne fekete. Kormi. Aha. Az meg az utcán, mind a kettő ilyen mentes. És itt vagy te, Andrea, igen. Én meg vagyok, nem, én nem mentett vagyok. Én meg nem tudtam, hogy miért örülsz ennyire, amikor Nyári Károlyjal kapcsolatban jaj, mondtad, de láttam. Nagyon szeretem a lányainak a hangját. Na, szuper, hát szuper, akkor érezd nagyon jól magad, meg köszönjük szépen, hogy játszottál. És visszakaphatnám az úri embert, hogy egy mobil számot megadjak, mert most egy... Elintézzük majd, jó? Köszi. Köszönöm szépen, szervusztok. Szia, 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 szia. Bával, Vágó Pirossal és a legnagyobb slágerekkel változatosan. Jó reggelt kívánunk 7 óra után 8 perccel a Sláger reggel hallgatóinak, Abaházi Csabi Szabin és Azurák Csaba. Jó reggelt mindenkinek. Társműsorvezetőnk Dudás Ádámmal. A Humor Herold, mert ezt tudni kell róla, Csabi nagyon szereti az egy típusú szóvicceket. Ez direkt mondta, hogy mondjam, hogy egy típusú, mert miért is egy típusú szóviccekről van szó? Nem egy típusú szóviccekről, tehát hogy a szóvicc ugye az egy nagyon tág kategória. Nekem van egy terület, amire specializálódtam. Nagyon rosszak ezek egyébként, előre elnézést kérek mindenkitől. Én nagyon szeretem, annak idején emlékeztek a Hahotára, ugye? Ihajaj. És abban voltak azok a nevek, hogy hívják a, ugye? És meg az Alfa magazinra, ha emlékeztek, az Asterix képregény. Hát ez a bibliád volt, igen. És hát figyeljetek, én ezeket szívasként szívtam magam, de tényleg vannak köztük nagyon rosszak, de valamiért annyira szerettem. Hát emlékszem, ami megfogott, tehát amivel kezdődött ez az egész, amikor oda volt írva, hogy hívják az öreg varázslót. Ugye, Csiribá. Ez volt az eső, ami annyira... Innen indult a szenvedély. Tehenét, Csiribú. De... És akkor mentünk tovább, és akkor a halott a különböző száma, hogy mindig jött egy-kettő ilyen, és akkor kialakult, és én ezeket valahogy megjegyeztem, és a mai napig, tehát ilyen 20-30 éve mindig a barátaim egyébként mondják, hogy azú, ez nagyon rossz volt, de mondjad, hogy volt az múltkor mesélt. Hát van egy kis gyűjtemény, tehát olasz mentős, ugye, Nino. Tehát, hogy hívják, akkor csepostásod is van. Csepostás, holacsek, így van. Az a kedvencem, lengyel papírgyáros, zacsek. De nagyon szeretem a finneket, ugye a finn síugró, na, Tomika száll el innen. Ez az egyik. A görögök is jók, tudom. És, igen, de még van a finn kozmetikus nő, Otta Vatta. Ezeknél most elvesztettük. De várjál, ezeknél ugye a leírása nagyon jó, mert W-vel van két éve, tehát olyan tényleg, mint a, már önmagában élmény olvasni. A görögöknél ugye a görög haviskártyás, Komisz Makkász, haverja Mateosztasz, tehát hogy ott van meg az, a vendéglős Abrosz Tisztakosz, vagy a, hát a kedvencem, az egyik kedvencem az afrikai fotós, Tekints a vakumba, de ugye ez is úgy van leírva, hogy W-vel. Búcsúzzunk akkor az argentin fürdőmesterrel, baromi jó kabinez. Ez lenne jó. Köszönjük szépen az a Hahota akkori szerkesztőinek. Meg az azt hiszem, már kifutottam magam. Még legyen tartalék, hogy puskaparod, de a hallgatóinkat is szeretnénk megkérni, hogy írják meg. Lesújthatnak a szóviccek mesterei, úgyhogy a legpusztítóbb szóvicceket várjuk ebben az órában, meg mondásokat. Írják meg nekünk, hadd nevessem könnyesre magam, 0630 30 30 103 az SMS számunk. Sláger reggel. Pont van 4:48-kor, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Szóvicceket kezdtünk faragni, az Urák Csabának az egyik hobbija volt annak idején, hogy ezeket gyűjtötte. A múlt idő nem helyes. Gyűjti, oké, igazad van, remélhetőleg újabb muníciót kapsz, hiszen... Mindenre vevő vagyok, úgyhogy küldjék a hallgatók nekem, mert muszáj. Na küldik neked, hogy hívják István király szellemét? Na. Vajkrém. Jaj. Na ugye, legalább, persze, legalább olyan fárasztó, de azért jó.
Két fröccs után ez nem nagyon jól tudod. Kedvencem, a Mazsola bábfilm sorozatot nagy felbontásban digitalizálták. Mostantól TAD minőségben is elérhető. Nekem ez nagyon tetszett. És itt van a szóvicek magyarországi helytartója a vonalban, Dolák Sali Róbert. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Hello! Igen, ez egy egészen sima köszönés volt. Kicsit vártam, hogy lesz még valami csavar benne. Mi nyomasek bobós. Ez nem hát, ez... Hát ismerve a témát és az időpontot, rögtön eszembe jutott, hogy ez egy rímálom. Úgyhogy ilyen értelemben ez nyilvánvaló. Viszont hagyunk egy kis időt felébredni, és megmutatjuk, hogy hogyan csajozik Anti bácsi. Bármilyen nő itt van, figyeljen! Ivarélet vagyok! Én minden nőben magamat látom! Van nálam egy nőmérő. Na, hát szóval... Én vagyok a falu... Ezek hogy születnek? Ilyenkor mi az ihlet? Na, hát én egy óriási titkot elárulok, hogyha a rímek, illetve a szóvicek magyarországi helytartójáról beszélek, akkor ezt a nagyon szép megnevezést a Szászi Móninak nyújtanám át, mert ő a legerősebb ebben a társulaton belül. Tehát például az öreg jelenetek nagy részét ő írta, és az összes besenyő család jelenetet 20 éve. Azt a betyáros! Aha. Csak mondom. De Robi, azért ne rombold le a saját szobrodat, tehát így kora reggel. De egyébként nagyon, tehát én hogy mondjam, egy 15-20 évvel ezelőtt, amikor még a Lárpullár is ugye akkor volt, hát nem kell ugye szintén múlt időben beszélni, de hogy akkor volt nagyon-nagyon friss és nagyon-nagyon jó a dolog, hát azokat még kazettán rongyosra hallgattuk, de hogy ilyen az antibácsi csajozását folytasom, azért még egy-két ilyen arany szösszenetet bedobnik, ugye a bögyében, szeretnék a bögyében lenni, ugye? Na, Robi, és újabb. Még ezeket a Meg amit már itt beszéltünk egy ápoló hölgyel, ugye egy fél órával ezelőtt, és az is, amikor ott mondtam neki, hogy de jó lenne, ha felülvizsgálna, ugye, mert az is az antibácsiból való, ugye, hogy szeretném, ha felülvizsgálna, meg alul értékelne. Igen. Elhangzik még egyébként antibácsi csajozikban, de egyébként nálad akkor ezek szerintem nem vetted át ezt a fajta gondolkodásmódot, és nem arról van szó, hogy még a postán is úgy kéred a nem tudom én, a csekket, vagy a nyertes szelvényt, hogy közben egy jó kis rímet bedobsz? Hát így van, bár hangulattól függ, tehát mondjuk az a fajta, hogy mondjam, stílus, ahogy én általában beszélek különböző helyeken, azért az nagyon jellemző és jellegzetes, és az azért bátran kijelenthetem, hogy a környezetemben elég rendesen elterjedt, tehát magyarul sok barátom kommunikál hasonlóképpen, és tudják is, hogy honnan származik, tehát mit tudom, amikor bemegyek valahova, és azt mondom, hogy jó reggelt, és délután 4 óra van, az abszolút nyilvánvaló, és amikor fizetek, akkor közlöm, hogy szeretnék anyagilag hálálni. Szóval ezek a megközelítések, ezek úgy azért elterjedtek baráti körben, és ezek abszolút nem csinálmányok, hanem én tényleg valahogy így gondolkodom, és valahogy így kommunikálok. De az új dalodban sem fukarkodsz egyébként a szóvicekkel, most egy picit mutatunk ebből egy részletet. Okay. A rohanó évet kell, nem kéne törődnöm. Tükörbe nézek és nagyon kell röhögnöm. Ritkul a hajam, már kilátszik az agyam. Az ígyemmel rágok, de nem sajnálom magam. De se akkor kérdem. Ez saját volt akkor ezek szerint, vagy Szászi Móninak köszönhetjük nem, ezt is? Nem, hát ez egy saját dal, úgy, ahogy van az egész. Belenéztél reggel a tükörbe, és megírtad, amit igen. láttál, ugye, Robi? Igen. Robi, ütöttél, akkor ütöttél, most köszi szépen. Várjál azért, hogy búcsúzzunk már egy olyan. Robi, tudod, hogy a farkas mostanában falja az ABC-t? Hoppá. Nagyon igen. Szereti a piros K-t, meg a nagy I-t. Oh! Ezt a kislányomtól tanultam. Tessék, az új nemzedék, már át is adta. Robi... Csak gratulálni tudok. Köszi, átadom nekik. Köszönjük hello. Szépen Dolák Sali okay, Robertnek. Szia. Jó reggelt kívánunk, 4:08:5. Ez a Sláger reggel. És akár táskarádión szólunk, akár az autóban, bárhol máshol. Jó reggelt kívánunk mindenkinek 7:30 előtt. Az Urák Csabával,
a szóvicceket. Jó reggelt! Sziasztok. Haladunk tovább, és hallgatóinkat is bevonták, és hát érkeznek bombáznak. A csodák. Holland úszőnő, mele van bőven. Igen. Hollandoknál van még egy, tudod, a holland hátvéd. Van, de minek. A finn hómunkás, forgóhess innen. Igen, igen, a finneket nagyon szeretem. Ott még a, hát még ott van a, most olvastam, hogy írták a taxisofőrt, a messze vigyen innen. Tényleg, ezt beírom, ezt nem ismertem. A finn kidobó, ez meg volt? Hallja, menjen innen. Hallja, menjen innen, és igen. A kínai autóversenyző is meg volt, kinyír a kanyar. Kinyír a kanyar, nem, a kínaiaknál egyébként, meg Japánból van még, ugye japán aglegény. Maradok a magam ura. Kellett azért néhány másodperc. Biztos, hogy elgondolkodott, hogy ez nem a mémi. Ja, tényleg! Nem, csak így próbáltam a japánra átfordítani. Aztán, ha... Na, melyik a világ legnyugodtabb kapusa? Csak áll, és svéd. Svéd, ugye ez egy Hajdú B. Pista aranyköpés volt, egy magyar svéd meccsen, igen, hogy igazi svéd ez a kapus, beáll a kapuba, svéd, perc. De Hajdú B. Pista egyébként, hogyha figyeltek a közvetítéseket, igen, ő rengeteg ilyet szokott elsütni, tehát én nagyon szeretem őt. Na hát ugye van még, hogyha ilyen nációk szerint megyünk, ugye a portugál tolvaj, López, biztos ismertétek. Nem az olasz divat tervező Alfredo Pulci. Tényleg. Na jó, a hallgatóinkat továbbra is azt kérjük, hogy írják meg a szóvicceiket, kínozzanak bennünket, a legpusztítóbbal sem tudják kiirtani a rádiót. 06 30 30 30 103. Sláger reggel. Fél nyolc lesz, három perc múlva. Jó reggelt kívánunk, ez pedig a Sláger reggel, és folytatjuk a kínzó szóviccekkel ebben az órában, illetve Ádám talált egy érdekességet ezzel kapcsolatban. Mert hogy nem véletlenül verjük ám a fejünket a falba egy-egy jobban, vagy hát rosszabbul sikerült szóvicc hallatán. Az agykutatók bebizonyították ugyanis, hogy a szóviccek az agynak ugyanazon területén ingerlik, a fájdalomérzetünkért is felelős részen is. Tehát a lényeg az, hogy ugyanott fáj a szóvicc, mint ahol a fájdalom. Igen, mint rá, igen. És ezt fogjuk tesztelni a következő fél órában. Akkor ez egy zúzós óra, most egy kalapáccsal csapkodjuk magunkat, igen, egész órában. Az azunak a virtuális kalapácsával. Köszönöm szépen ezt a felvezetést, nagyon jó. Örülsz, hogy te vagy a szadistánk. Abszolút, mi? Abszolút. A hallgatóinktól pedig persze továbbra is várjuk a szóvicceket. Nyakizmán, tökül, török birkózó. Jaj, a törököknél van még egy. Az jó. Török pedagógus, ennye bej. Jó, hírek jönnek, jó? 06 30 30 30 103, jó. 103.9 Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger reggel Vágó Pirossal és Abaházi Csabával. Fél nyolc után 9 perccel járunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Azurák Csaba szóvicceivel indítottuk az órát, és fagyasztjuk az agyunkat. Ica írta például, kínai trafikos, csik van csak. Testnevelőpap, tréningatya. Tréningatya. Viszont japán szerzetes csakima. Jó. Okay. Ha már itt az egyházi vonalnál tartunk, igen, ugye? Szóval arra gondoltunk, Ádám, hogyha már te elmesélted ezt, hogy gyakorlatilag a szóviccek hatása pont ugyanott érzékelhető az agyban, mint mondjuk a fájdalom. A fájdalom, ezért ezt leteszteljük. Van ugye az a fajta agyfagyasztás, amikor annyira hideget iszol hirtelen, hogy úgy lefagy tőle az egész fejed, hogy akkor most antiszerzett egy rakat jeget, az belerakta neked egy pohárba, és akkor egy szóvicc, egy korty ebből melyik a pusztítóbb? Nyilván kevés jég van benne, ugye? Tehát így hallják hallgatók, hogy... Várjál, még igen, egy kicsit tolok. Mondjuk mást szoktak fagyasztani, de akkor most az agyamat fagyasztjuk le. Igen, ezt teszteljük le, és Csaba már az a helyzet, készült, hogy ez tényleg fájdalmas tud lenni. Szerintem így kora reggel egészen biztosan, már mint ezek a szóviccek, mondom, már ezek fröccs mellett szoktak jól működni. És akkor mi, mondjak egyet, és akkor és iszol. És arra én iszom, és el fogom dönteni, hogy melyik a pusztítóba. Mit mond a kéményseprő a tükör előtt? Mit? Koromhoz képest jól nézek. Jó, akkor majd elhozom. Kortyolj. Gyorsan kortyolni, nem megmelengedni. A viccet pusztítóbb. Pusztítóbb, mi? Pusztítom. Az jobban fej. Figyeljetek, van egy olyan, amit tényleg nagyon régen hallottam, és hogyha bocsánatot kértem az előzőekért, akkor ez hatványozottan igaz. Megy a ruhat az utcán. Szembe jön egy ember. És hambe kapja az ember.
a ruhatot. Mi ebből a tanulság? Na mi? Hát, hogy nem a ruha teszi az ember. A jó. Muszáj egyáltalán most innom, mert ez így is fáj. Szerintem ez már 2-0. Ez egy gyorsan egy nyomjál egy hogy legyen teljes a teszt. De nem csak egy ilyen kis picikét, rendesen. Figyelj, azt akarod, hogy holnap elmenjen a hangom? Nem, jó, jó, oké, rendben. Jó, a lényeg, hogy ez pusztított eddig a legjobban, igen. Ruha teszi, igen. Egyébként annyira hideg a pohár, hogy hát leteszi két menet közben. Hogy kér bocsánatot a pék? Zsemlesüt. Jézusom! Golács Kali Róbertek ajánlom. Anti bácsi! Na erre ígyunk! Na? Mondjuk... Egy kicsit nagyobb kolytra sikeredett, de akkor is. Tehát 3-0 oda az ú. És a végére, hogy milyen mosogatógépe van kőműves kelemennek. Beépített. Ilyen más. Jó, jó, hát... 4-0. Sajnálom, sajnálom, mondom ezt. Ezzel most inkább... Valami jó zenét adjatok be, hogy a hallgatók azért élvezzék is a reggelt. 3-4-8 lesz 3 perc múlva, egy jó oszlopos szerintem kell ide. Sláger reggel. Kicsit korán beadtam a mikrofonokat, 3-4-8 van pontosan. A pusztító szóviccek az ezórai témánk. Csaba, van valamilyen autósod? Autósból, hát egy van a lengyel, tudjátok, a lengyel autóversenyző, a Mikor Sodrócki. Az a haverja a lengyel kocsmárosnak, a Mikor Nyickinek. Na, akkor így közlekedési infóval folytatjuk már is. Kormányinfó. A legfrissebb közlekedési információk első kézből a vezetőktől. Szia Andi, hol jársz? Merre tapasztalsz dugót? Sziasztok, Andi vagyok, itt vagyok a Lágyhídnál, a Pesti alsórakparton, és dél felé áll, mint a cövek. Aki tudja, kerülje el, a Margit hídtól már nem lehet menni. Köszönjük! Köszönjük! Ha önnek is vannak friss információi az utakról, írjon SMS-t a 0630-30-30-103-as számra. Ó, és közben már is kapjuk az újabbakat. Hogy jön ki a papa templomból? Mintha mi se történt volna. Ez is fahotás szerintem nagyon régi. Tutira, igen, abszolút. Japán mosogató lány, Sikamika. Hát, hát ez elég fárasztó. Német hegymászó, lezuhansz. Jaj, várjál, volt egy másik német, de már nem fogom megtalálni. Az aglegény. Hans Regenkurt, tényleg. Én ezt nem akartam bemondani, de hát a simán. De miért? Hát németül beszélgetünk, most mi baj van ebben? Hans Regenkurt. Abszolút. Aztán azt mondja, Katály egészen hosszú. Mi a különbség a hidra, a vidra és a kobra között? Jó, ez is kemény lesz. A vidra és a kobra felmegy a hidra, de a hidra nem megy fel a vidra és a kobra. Nagyon kemény. De van mit itt tanulni, mi az új? Azért neked is lehet újat mutatni. Irogatom, igen. Igen, léces jegyzetei, hogy aztán a következő barátos borozgatás alkalmával ezt el tud majd. Az a helyzet egyébként, képzeld el Piros, hogy a barátaim többsége, egy generáció vagyunk, tehát ilyen 40-esek. Ők is hallottások. Ne, hát ezt mindig elfelejtik. Tehát ja. Ha százszor mesélem el, akkor százszor, és tudom, hogy mondtad azok, de hogy van az a ízé, és annyira tudnak röhögni. Tehát ez a jó, tudod, amikor majd egyre öregebbek leszünk, de még mindig működik. Az. Én ugyanazokat mesélem 20 éve. Sosem kell újítanon. Na mindegy, ez a szakma titka. Na akkor Mikos Sodrocki lelkes rajongóinak a Forma 1-re indítjuk már is a játékunkat. Lehet jelentkezni 06 30 30 30 plusz játékot játszunk mindjárt. Ez a Sláger reggel, a Sláger FM-en. Vágó Pirossal, Abaházi Csabával és a legnagyobb slágerekkel változatosan. Csak hogy a szabadságon lévő Abaházi Csaba is érezze a törődést, egy jó Bon Jovi is szólt itt a ma reggelben. 4 perccel járunk 8 óra előtt, Azurák Csabával, Dudás Ádámmal pedig már is játszunk. Előtte azért hadd jöjjön egy SMS Jánostól. Hú, de kipihentek vagytok, így nem lehet dolgozni. Nem is kell. Nem is kell, igen. Nem is kell. Hogy jön? Adunk felmentést, vagy igazolást, igaz? Hát egyébként a kipihentségről annyit, hogy tehát ugye az ember két állapotában tud ilyeneket, tényleg ha nagyon kívül, ha nagyon fáradt, és minden mindegy alapon nyomja. Azaz. László, jó reggelt kívánunk. Te milyen alapon nyomod a szóvicceket? Jó reggelt, sziasztok. Hello. Hát én kisgyerekkorom óta szívom magamba a vicceket, sokan kérdezik, hogy ennyi hülyeséget meg tudok jegyezni. Fogalmam sincs, egyszerűen megragadnak bennem. Ez a baj, hogy az ember mindig a hülyeségeket jegyzi meg, nem? Tehát... a tök fölösleges infókat, igaz? Abból élünk. Azt szokták mondani, hogyha az ember a hozzáérkező információk
felét csak megjegyzi, akkor már nagyon okos ember. Hogyha azt is tudja, hogy melyik felét jegyezze meg, akkor meg egyenesen zseni, szelektálni tudni kell. Nekünk ez nem sikerült, Laci, ezek szerint. Na, mondj egy-két szóviccet, ami a tiéd. Többek között küldtem nektek már rengeteget, ugye a fintaxist. A Hessen vagy nem? A messze vigyen innen? Igen, igen, beírtam a gyűjteményembe, köszi. Igen, aztán? Igen, tudjátok-e, hogy hívják Szegeden a láthatatlan ember? Á, ez a ködmön. Igen. Ne, igen, nem tudtam. Ádi, te mit? Akkor, régi szakás. Azt tudtátok, hogy az egyetlen átlátszó kutyafajta az a nejlontacskó. Jó, ez nagyon pusztító a nejlontacskó. Na figyelj, most viszont akkor mi hívunk egy kis szójátékra. Jó, és kezdjük a játékot. Jó. Ön vágja, hogy mit vakerál a gyereke? Ön vágja, hogy mit vakerál a gyereke? A körlökje 30 plusz. Ismerkedés az Y-generáció dumáival. Mit jelent szerinted, Laci, ha a gyerekek azt mondják, hogy hát ciccentsünk meg egyet, olyan meleg van? Ciccentsünk. Ne az első szótagból indulj ki, csak mondom, mert könnyen félrevihet. Jó? Elég rosszul hallom, sajnos. Ciccentés. Már pedig az. Nem azt mondom, mintha... Ciccentsünk egyet. Azú már nagyon sokat segített. Próbálok. Nagy melegben ciccentsél egyet. Ciccents. Nyissunk egy dobozost. Helyes! Oh! Jó! Ezt sicsügy pikpakel találtad. Így van. Gratula! Ez azt jelenti, hogy két fő részére szóló háromnapos Forma 1-es bérletet nyertél a száguldó cirkusz hazai futamára a Hungaroringre. Az igen. Na, látod? Azért ott aztán lehet ciccenteni. Mégse olyan haszontalan megjegyezd azt a sok hülyeséget, amit itt nyomunk. Bekerülhetsz adásba és nyerhetsz. Végre beérett a sok munka gyümölcs. Így van, így van. Nagyon jó. Jól van. Laci, jó szórakozást majd neked. Köszi. Köszönöm szépen. Hello. Hello. Szia, szia. Ez a Sláger reggel. Budapest reggeli műsora. Ha már egy jó kis reg zenét is bedobtunk, akkor már innentől kezdve azt hiszem, hogy egy picit rámehetünk a magánéletre. 8 óra után 9 perccel jó reggelt kívánunk a Sláger reggel hallgatóinak. Jó reggelt, sziasztok! Az Urák Csabi, azok kedvéért mondom, akik esetleg most kapcsolódtak csak be az adásba, szóval ő a mai társműsorvezetőnk, itt van Dudás Ádám is, és hát nem véletlenül hoztam be a Shreket, van két lányod. Nagyon sok mindent tudhatunk rólad mondjuk a szakmai életeddel kapcsolatban, de kevesebbet a családról, azt igen, hogy van kettő darab lányod, ők mekkorák most? 9 és 12 évesek, tehát most lépnek ki abból a korból, amikor a kislány kislány korból. Igen, tehát amikor még úgy babusgatni lehetett őket, és most a visszapofázós korszak következik. Mészka család Krisztájához hasonlít nagyjából Zsófi, igen, lazasságával, nyegleségével. Szóval kezdődik a kamaszkor, a hatodikas lesz szeptembertől a Zsófi, és már szanakszal betárasztatok otthon? Hát ez ugye úgy van, hogy a kiinduló pont az, hogy apaként szerelmes vagy mindig a lányaidba, és mindig az is maradsz. Tehát ezt soha nem szabad elfelejteni. Még akkor is, amikor azt éreznéd, hogy... Most egy óriás taslit elkeverni. Meg van a Szaffiban az a jelenet, amikor kiengedi mindig a gőzt igen. Pasas a fejtetén. Szóval néha vannak ilyen pillanatok, meg lesznek is. Ez teljesen természetes egyébként. Igen. De kezdődik a visszadumálós korszak. Kezdődik. Jól kezeled? Azt hiszem, hogy nagyjából jól kezeljük Grétvel, a feleségemmel, mert ő kapja a nagyobb terhelést egyébként. Tehát egy ilyen reggel nálunk, most ugye már nincs iskola, el is mentek táborba, legalábbis remélem, hogy elbicikliztetek csajok. Szóval elmentek táborba, de nálunk reggel ez egy ilyen fél héttől fél nyolcig terjedő egy óra, és nagyon, azt gondolom, hogy nagyon sok családnál ilyen, hát az a szeleburdi családban. Tehát, hogy ott egyszer csak be kellene kamerázni azt a lakást, és egy ilyen igazi reality, abszolút, tehát ott van minden. VV tehát... az Urák, ja. Anyuka a középpontban, aki próbálja az egész család melóját összehangolni, igen. És hogy mindenkinek meglegyen. Ja, hát is várjatok, és akkor jönnek, ugye, hát én három nővel élek együtt, tehát azért ugye a hajkefék, a hajgumik, hol vannak. Az egy dolog, hogy szabad nincs, de érted, még mindenhol. Nem tudom én mivel. Próbálom azért érvényesíteni a saját szempontjaimat is, egyre nehezebb egyébként. De a te fésűd is rózsaszín, nem? Nem, az nagyon sötétkék, azt is el szokták vinni. Egyébként, amikor nem találják a saját rózsaszínjüket. Szóval, hogy kezdődik az a korszak, amikor már az iskolában úgy megyünk, hogy már ne nagyon fogjam a kezüket, amikor bemegyünk. Én mindig ott maradtam alsó tagozatban integetni nekik még az ablakon. Most már én állok ott egyedül a folyosón, elég ciki egyébként, de még azt megvárom, amíg a Hanna is felső tagozatos lesz, mert ez marad nekünk. Tehát, hogy ért,
érted? Hát ha ő megvárja, érted? Nem lesz útilapú. Mi fiunk most lesz 9 ősszel, és ő már most lepattintja az apját, tehát már az iskola épületbe sem engedi be reggel, amikor megy De viszi. Téged nem, amikor te vitted őt? De korábban, persze, téged nem. Már engem is. Téged tehát, is? Hogy már engem is volt olyan, hogy anya, a sarkon állj meg, jó léci. Ha érte megyek, nyilván az más, de akkor hogy... már fáradt. Egyébként szerintem úgy van ezzel az ember, hogy visszagondolsz arra, amikor te voltál gyerkőc. Teljesen természetes. Hát ciki volt, nem? Tehát ciki volt az, amikor a szülők. Most újra átéled. Igen, de meg is értem. Tehát nincs ezzel baj egyáltalán. Hát ez a dolgok rendje. Na, így innen folytatjuk. Egy jó kis Queen szól most. Another One Bites the Dust. Sláger reggel. Jó reggelt kívánunk, 4:09 után 1 perccel. Azurák Csaba a mai vendég műsorvezetőnk, és Svábi András pedig itt van a vonalban, aki annak idején... Ja, Istenem. ...fölvett téged a TV2-hoz, ha jól tudom. Szia András, jó Hello. Reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Megbántad már azóta ezt? Persze. Azt akartam, hogy az utolsó jó cselekedet, ez volt. Szeva Svábi, szó reggelt. És mi volt az első, amit ugye Svábival kapcsolatban az ember megtanult, hogy csak a telefonodat ne hagyd előtte? Telefonodat, meg a számítógépedet ne hagyd nyitva. Igen. Akkor még nem nagyon volt Facebook, de hát mit lehetne most csinálni a Svábival, hogyha... Bár te nem nagyon szoktál Facebookolni, vagy igen? De, szoktam. Most újabban. És mivel nem vagytok ismerősök? Lehet, hogy nem vagyunk ismerősök, de én szoktam néha látni. Na mindegy, nem az a lényeg. A telefon az miért volt? Hát a mit telefon, emlékszel, Sváb, ezt egyszer lehívtál még, amikor Dunaújvárosban tartottad az előadásokat, és egyszer lehívott egy vendégelőadónak, ben voltam a teremben hallgatókkal, kint maradt a telefonom, ez a hülye meg elküldte 10 különböző helyre, de úgyhogy nem is nézte a könyvelőmnek, a Honvédelmi Minisztérium sajtosának. Tudom ki, kiszelt ünde gyerekének az apja. Egy. Nem, valamit a Trutkóval kapcsolatban küldtem azt valamit, nem? Várj, én ott egy másik volt ezek szerint. rengeteg volt. És akkor visszamentem, és látom, hogy SMS-ek, tudod, értetlen SMS-ek voltak, hogy mi, hogy Csabi, biztos nekem akartad küldeni. Az egyetlen, aki vissza, Honvédelmi Minisztérium sajtófőnöke visszatérte, kicsoda! De a trütkós ez mi volt, Svábi? A trütkós ez mi volt? Nem tudom, annyi minden volt. Van egy nagyon gusztustalan trükkös, hogy ezt a körbeírtam. Volt a TV2-ben egy mindenki kukat tv2.hu. Tényleg ezt most bemondom, hogy a TV2-re úgy lehet írni minden munkatárs, hogy mindenki kukat tv2.hu. Szerintem ez minden cégnél így van. Igen. Tehát bárki írhat az összes TV2-es munkatársnak. Gondolom, nem változtatták még meg. Na mindegy, hogy és akkor a Tutko nevében írtam a mindenki kukat tv2.hu-ra egy levelet, hogy kedves kollégák, szeretném nektek elmondani, hogy miért hordok mindig sapkát, mert van egy rendszeres bőrbetegség van a fejem búbján, és aki tud egy jó bőrgyógyászat, kérem jelentkezni. És egész Rüttónak egész nap csörgött a telefonja. És mindenki bőrgyógyászat. Igen, és mindenki 3 méterre elkerülte őt. De hagyján, de aztán volt egyszer olyan, amikor szintén ott hagytam a telefont, és ezt azt hiszem a Trütko írta az enyémről, hogy szintén 20 helyre elküldve, szia, nagyon szégyellem magam, belecsúsztam egy ilyen szerencsejáték dologba. Ja, hát az a klasszikus. Elkártyáztam, elittam a pénzre, hogy tudnál-e kölcsön adni. De ez is olyan embereknek, hogy mondd a kapcsolatoknak, meg nem tudom. Mert... Nem, azt tudom, azt úgy kell csinálni, hogy egy akkora összeget kell kérni, ami ilyen még értelmezhető, tehát nem sokat. Hanem mit, hogy 100 ezer? Nem, tudta kölcsönni 47 ezer forintot. Egy kicsit megszorultam, ez a szárnya szerencsejáték. De Andris, csinálod még ezeket? Vagy most már mindenki nem, is? Nem, nem, most már nem. Nem inspiráló a környezet. Valahogy így leálltam. Várj, Svábesz, és a szóvicceket, hogy hívják a kezdetű vicceimet, azért szoktad mesélni még? Azt mindig örülök, hogyha egy újat olvasok különben. Figyelj, képzeljétek el nekem. A Csabától a 40 éves születésnapon azt mondjuk el, hogy pont 10 éve volt basszus, hogy... Én ezt nem akartam bemondani, de meg a basszus se ezek szerint, Andris. Kaptam egy kis fizetet, amiben bele volt írva az összes azurákos vicc, hogy hívják a kínai autószerelő típusú viccet. De azért, hogy ebből az azurák állapotban ne hívogasd éjfél tájban a vicceket. Igen, mert ennek, bocsánat, ennek az, volt az, előzménye, hogy ugye amikor naplóztunk, akkor volt olyan, hogy mi a hajnali 2-kor csörög a telefonom, Svábi, látom, hát a főnökét csak fölveszi az ember hajnali 2-kor, és mondom, hogy
Azú, itt tudok egy társaságot, figyelj, hogy hívják a lengyel kocsmárost? Andris, mikor nyitsz ki? Jó, tényleg, mikor? Figyelj, mondjál már, miközött. És ebből született az, hogy a születésnapjára összeírom már neki, hogy ne hívogasson állandóan éjszaka. Igen, szóval mindig hibám volt, hogy soha nincs időérzékem, és a legkorábbi, meg a legkésői időpontokban is képes vagyok bárkit fölhívni. Na, figyelj, egyébként, Andris, ha már kulisszatitkok, most lassan itt le kell zárnunk a beszélgetés, hogy tütükézel még adás előtt? Mit mondtál? Tütükézel még adás előtt? Hát ott piász! Iszol! Tudod, ahogy régen! Állandóan kellett tűnni neki! Állandóan! Azt akartam tőled kérdezni! Ne! Most keverd le, most keverd le! Én most már megvárom, mit kérdez! Hogy nem fognak kirúgni a TV2-től, hogy velem beszélget reggel? Nem hiszem, nem hiszem! Na jó, Svábi, eljössz hozzánk, és elmondod, megvéded majd magadat, jó? Gyere valamikor! Jó van. Na jó van. Nem volt egy lelkes ígéretek. Jó van. Jó van. Szevasz. Ciao. Szia András. Ciao, hello, hello. Ez a Sláger reggel. Jó reggelt kívánunk 8:09. Vendégünk az Urák Csaba, aki ugye most már nagyon sok oldalát meg tudta mutatni nekünk, azt viszont lehet, hogy kevesebben tudják a hallgatóink közül, hogy te borlovag is vagy. Méghozzá Móron. Na Mór, ugye székesfehérvári születésű vagyok, és Fejér megyének a bor régiója, a Móri borvidék, az ország egyik legkisebb borvidéke, és én nagyon büszkén képviselem mindig a Móri borokat. Tegnap este is egyébként ott a kis szomszédaimmal boroztunk, mert ilyen névnapi kocintás volt. Ezúton szeretném megragadni az alkalmat, hogy üdvözöljem az Elizabetes fiúkat, mert megígértem nekik, hogy köszöntöm őket. Reggel, szevasztok, srácok, jó reggel! Most van Csaba névnap. Nem az enyém volt, Laci szomszédai. Elosztok, Laci. Igen. Meg nagyon sokan vagyunk, úgyhogy minden héten jut egy szülinap, meg egy névnap. Tudunk kocintgatni, úgyhogy aktív borozók vagyunk, igen. Baráti körben. És kaptál most egy vaktesztet. 3 pohár fehér száraz, elsőre azt hittük, fehér hogy száraz, bor, a lényeg, hogy 3 pohár fehér bor. Ahogy Ádám mondaná, sárga bor. Van a sárga bor, meg a piros bor. Azt nem én mondtam, de már nekem titulálod, mindegy. Igen. Van egy közös barátunk. Igen. És hát arra gondoltunk, hogy akkor leteszteljük a te bor ismeretedet. Igen, ez a baj, tehát ez egy nagy ez baj, hogy erre gondoltatok, mert ugye összekeveritek a borlovagot a borszakértővel. Tehát egy dolgot azért szeretnék elmondani, mindenhol elmondom, hogy nem vagyok borszakértő. Na jó, de aki minden héten iszik, azt már de tudja. De ez túlzás, Ádi, hát nem iszom minden héten. Minden nap. Minden héten iszom minden nap. Egyébként a bor az tényleg egy mértékkel fogyasztva, egy nagyon jó ital. De hogy szóval nem vagyok borszakértő. Sokféle bort kóstoltam, meg tudom különböztetni a vöröset a fehértől, az édeset a szárazból. Tehát ez már, igen, azért mondom, hogy körülbelül ilyen szinten vagyok. Na, de meg be kellett öltözni egyszer. Még esetleg a fehéret a rozétól is. Igen, de hogy azt, hogy tudod, így most ízlelgeted, és azt mondod, hát ez arról a borvidékről, erről a termőterületről, annak a tőkéjéről származott. Jó, értem, ezt nem kóstoljuk. Én kíváncsi vagyok, hogy lesz-e olyan, mert ugye kicsit olyan, mint a kapcsoltam, tehát hogy egyes, kettes, hármas, igen, és most a hármas pohárba iszik vele az Urák Csabi, megillatolta, igen, igen, meglötykölted. Szárazbor, finombor, nagyon jó, egy picit lehetne hidegebb. Sauvignon Blanosra tippelek, nem vagyok benne. Megvan a megfejtés. Nem vagyok benne. Jó. Nem vagyok benne. A hármas volt. Igen, balatoni Sauvignon Blanc, igen, a Káli medencéből. Igen, azt nem találtam volna. Na, jó, oké. Jön a kettes. Kettes. Az a Rózsa úr, tudod, úgy, mint a vizető. Igen. A kettes az egy, mondom a hallgatóknak, jó dolgom van egyébként, majd korra reggel. Szóval, hogy a kettes az egy picit édesebb, vagy ilyen félédes dolog lehet. Nem tudom, hát vagy egy sárga muskotáj fur, mint van Székesfehérvárhoz közel egy terület. Ez a Móri. A kettes a Móri. Csak igen. Az a hely, vagy összekeverted? Nem. Vagy te. Szóval, hogy az a helyzet, hogy a Móri borvidék, ugye alapvetően fehér boros borvidék, és ugye a Móri ezerjó, ami az ászlós bor annak a borrégiónak, az alapvetően egy száraz, savanykás. Jó, nem magyaráz, tök ciki, nem találtad ki a sajátodat. Jó. Igen, egyes. Ezt az egyest. Egyes. Úgy. Igen. Fehér bor, gyerekek. És sárga bornak is lehetne hívni. Ez a furmint.
Ez sem az. Nem, de régióilag már igen. Már Tokaj. Tokaj. Régió, igen. Igen, 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 igen. Sárga muskot. Igen, yes! Várjál, hát dukál a taps, dukál a taps. Háromból másfél. Háromból másfél, a sajátot nem találtad el, oké. Okay. Azért, mert egy, de valamilyen, tehát ez egy picit vagy maradék cukor van benne, vagy valami nem tipikus móri bor egyébként, de rendben van. Tehát. Na, köpőcsészét nem használtál, de még sokáig itt vagy nálunk, mi pedig most Dudás Ádám híreivel folytatjuk. Ez a Sláger reggel, Budapest reggeli műsora. Jó reggelt kívánunk, 3.49 előtt 3 perccel. Azurák Csaba a mai vendégünk, társ műsorvezetőnk. Szevasztok, Lusz. És neked nagy kedvenced a Neoton Família. Igen, igen, nagyon szeretem a Neoton Familiát. Majd még egy zenekart megemlítek, de tény is való, hogy a 80-as években, de szerintem ezt nagyon sokan szerették, amikor néhány lemez volt a gyűjteményben, akkor a Neoton volt az egyik. Samantha Fox volt a másik. Samantha Sissi Kecs mellett, ugye? És nem, de hogy én nagyon... Tényleg nagyon szerettük, tehát ugye a ismerősi körben is egyébként, és Agárdon van a családnak egyébként ilyen kis családi nyaraló, úgyhogy az Agárdi popstrandon már felnőtt fejjel nyakamba a gyerekekkel voltam Neoton koncerten, így van 3 évvel ezelőtt, de minden évben járnak az éváik, úgyhogy lehet, hogy találkozunk idén is, vagy remélem. Figyelj, már én úgy gondoltam, hogy gyerekkorodban is, meg hát úgy gondolom, hogy gyerekkorodban is kedvelted a Neoton zenéjét, úgyhogy felhívtuk a bálványot Csepregével. Jó reggelt, szia! Hello! Jó reggelt! Sziasztok. Sándokán! Jó reggelt! Volt már, hogy kiszúrtad az Urák Csabát az elsősorban nagyon erősen csápolva? Hát valami rémlik egyébként így a harmadik, 3 évvel ezelőtti ilyen csápolásra. Várj, ez nem ő volt, Éva, az a Szijjártó Péter volt. Volt, vele még nem kevertek össze. De nem, mert ő is nagy neotalaj. Tényleg? Ő is jár egyébként. A Neoton koncertekre. Hát én nagyjából ott a 38. sor környékén hátul egy kislányal a nyakamban, én voltam az, aki ott nektek integetett, de... Én szoktam figyelni, és én most például a múlt héten nagyon hiányoltalak. Na, most vezeti a listát Éva, és kihúzza. Most voltatok Agárdon? Igen, Agárdon voltunk, múlt héten. De lemaradtam rólatok, sajnálom, de majd be fogjuk pótolni egyébként, meg hát bulikban egyébként ugye a Neoton számok azok rendszeresek, megvan az a buli, amikor hajnalban előkerülnek. Persze. Ezek a nagy holnap klasszikusok, holnap hajnalig, jó, nyár van, ugye azt le is adtuk reggel. Igen. Éva, de hát akkor ti most turnéztok, úgyhogy a Csabi bármikor csatlakozhat, merre, mi a következő állomás? Így van, hát nagyon sok felé megyünk, lesznek majd pesti bulik is. Például augusztus 20-án Csepelen leszünk. Na, tessék. Aztán lesz majd Sportkastély. Éva, de te is ugyanígy rajongsz, ugye? A Csabért, mint ahogy ő rajong érte. Hát abszolút, imádom a hangját, imádom a stílusát. Jaj, figyelj, ez meg... Tudod, mennyit fizettünk az Évának ezért a mai? Igen, valószínű, én is ezt gondoltam. Múltkor összefutott... Nem lehet megvesztegetni. Igen, nagyon köszönöm. Múltkor összefutottunk egyébként a TV2 büféjébe egyébként, és a pont meséltem is, Éva, neked még a bátyám, aki hasonlóan baráti körével együtt ilyen nagy neotonos, hogy ő Agárdi lakos, tehát ő rendszeresen ott szokott lenni ezeken a bulikon, de nagyon kellemes élmények meg emlékek fűződnek így nagyon, a neotonos dolgokhoz. Nagyon sokan voltak most is, úgyhogy hál' Istennek megúsztuk az időjárást is, volt egy ilyen pillanat, amikor iszonyú nagy buhi jött, de az csak egy percig volt. Uh-huh. A bogarakkal rendesen bíztunk, úgyhogy szúnyog és egyebek, igen. Bogár volt. Éva, köszönjük szépen, és a turnéhoz meg nagyon sok sikert kívánunk nektek. 220 felett. Szevasztok. Jól esett veletek lenni. Jó reggelt. Köszönjük. Szia. Hát most speciál nem Neotonnal folytatjuk, de ahogy mondtad, már játszottunk Neotont. Igen. Igen, csak azt akartam elmondani, hogy azért van egy másik nagy kedvencem. Nagy lesz a szabadik. Zoltán Erika. Nem Zoltán Erika. D-vel kezdődik. Depes mód, hát gyerekeket. Igen. Tehát azért nagyon lesz Depes mód is, ígérem, de most előbb Earth, Wind & Fire. Jó? Megvettük. Most Sláger reggelben a napüzenetét 10 óra előtt mindig megzenésíti a trubadúrunk. Lóci. Az én lánykérésem, mondjuk úgy megkérdezte, én lánykérésem, kérésem a fotelben. Írja meg ön a mai nap üzenetét, szóljon hozzá Vágó Piros és Abaházi Csaba beszélgetéseihez SMS-ben, és nyerjen!
0630 30 30 103. Most pedig már 9 óra lesz 10 perc múlva. Jó reggelt kívánunk a Sláger reggel hallgatóinak. Az Urák Csabával, illetve Dudás Ádámmal ülünk a stúdióban. Yeah. Na hát ez már hiszem, a borhatás. Hogy... Addig-addig beszéltünk a zenéről, hogy akkor eljött a te időd. Na. És íme Depes Moda, folytatjuk mindjárt, jó? Kérem a szintetizátort, és akkor játszom is a jól ismert dallamokat. Te nálad felváltva üvölt mondjuk egy vasárnap, amikor otthon vagy, és tudod, otthon kicsit... nem üvölt, hát otthon vasárnap, nem, kocsiban. Kocsiban üvölt. Próbáltam elképzelni, hogy egy 220 felett utána rögtön jön egy personal Jesus. Igen. Nem? Futás közben. Tehát én zenére futok, amikor kimegyek a patakpartra. Meg aerobikozol is, igen. Nem aerobikozol. Amikor futom, vagy biciklizek, tehát tekerek, akkor nekem mindig szól a fülemben. Ott természetesen egyébként vannak Depes Móddal koncertfelvételek jellemzően, mert azok azért olyanok, ugye, amelyek. Igen. Meg egy Ricky Martin, ugye, és ugye a Vince Villa. Nem a te zene ízlésed. Yes, venném át. Richelieu, egy másik Depes Mód fanunk már írt, tudtam én, hogy az Urák jó ember. Így van. És remélem, hogy jön a februári koncertre, és megvan már, hogy elkapkodták egyébként, csak mondom. Na, hát nálunk még lehet majd nyerni. Ez persze a jövő zenéje, most viszont másra lehet nyerni, és más játékra, mert hogy Veszprém Fest és Tom Jones koncertjére lehet belépőjegyeket nyerni a Basszus Hélium játékunkkal. Így az előadót ugye megfejteni nem kell, mert hogy Tom Jones lesz, már csak a dal címet 0630 30 30 103, ez pedig a játék telefonszáma. Just can't get enough. Sláger reggel. Mai vendégünk az Urák Csaba, szerintem jól érezte magát így az elmúlt néhány percen, úgyhogy megcsináltuk a reggeledet. Hol van még a vége? Hol van még a vége? Bizony. Hát azért már csak egy óra, vagy meddig kell maradnom? Maradsz a Somogyi Zolinál is. Hogy biztos lesz még Depes Mód a nap folyamán, és akkor napod is jó lesz. Itt van viszont a vonalban velünk Árpi, vele játszunk Basszus Héliumot. Jó reggelt, szia! Sziasztok, jó reggelt! Na és neked jól indult a napod? Nem panaszkodom, végülis nem volt semmi különlegesen rossz. Szódával elment. Igen. Neked is kellett volna egy ilyen vaktesztet csinálni, és lehet, hogy már is jobban pörögnél. Miért te jól pöröksz? Én igen. Jó. Én abszolút jól pörgök. Piros, egy kicsit megcsapta, azért belekortyolt itt a borokba, és azt lehet érezni. Utána éreztem, hogy Vigyorex lett. Figyelj csak, Árpi, folytatjuk, ha eltalálom a gombokat, elfogom. Bosszús. Hélium. A játék, amely a mélybe taszít. Bosszús. Vagy a magasra emel. Hélium. Bosszús vagy hélium. Válasszon hangot, és találja ki az eredeti dalt. Melyiket szeretnéd, a basszust vagy a héliumot? Hát úgy vettem észre, hogy itt ha mélyet választok, az valamennyivel tovább tart, úgyhogy inkább a basszust. Na jó, legyen, mutatom már is. Kis. A legjobb helyen mondtad ráadásul. Gratula! Ez neked egy páros belépőt eredményezett a Veszprém Fest rendezvényére, ugye Tom Jones live koncertjére. Köszönöm. Na jól van, akkor érezzétek jól magatokat, Veszprém gyönyörű hely, úgyhogy egy picit élvezzétek ki, jó? Jó, köszönjük szépen a lehetőséget még egyszer. Köszi, szia, hello! Ez a Sláger reggel, Budapest reggeli műsora. 9 óra után 8 perccel járunk, azok kedvéért, akik esetleg most kapcsolódtak be, az Urák Csaba, a mai társműsorvezetőnk, vendégünk. Jó reggelt! Már lefagyasztottuk az agyunkat ma reggel a szóvicceik, de nagyon sok mindent megtudtunk rólad. Én jól szórakozom, de most akkor jöjjön a tévhit romba döntögetés. Vágó Piros felveszi a harcot a búrjázó tévhitek és álinformációk ellen. Kamustra. Na hát jöjjön a kamustra, miben azt mondja, hogy hőségben legalább napi 3 liter folyadékot kell inni. A szükséges mennyiség függ az illető korától, súlyától és attól, hogy mivel és hol tölti a napját. Mondjuk, hogyha kint aszfaltozik valaki a tűzőnapon, akkor valószínűleg ennél többet kell innia. Ha a légkondicionált irodában töltögeti a papírokat, akkor meg valószínűleg ezzel mondjuk bőven el van. Ha valaki hajlamos elfelejteni inni, akkor viszont érdemes kikészíteni egy üvegvizet, és ez nem lehet alkoholos ital. Mert hogy az alkohol is vizet von el a szervezettől, tehát a fröccsözünk meg sörözünk, az nem biztos, hogy elég hidratálás, akkor bizony kell mellé inni még vizet is. Most
Szóljanak a tévhitek! Fire! A Csabáról például megtudtuk már ma reggel, hogy te szereted a bort. Igen, de az nem víz. És azt fröcsként szoktad írni ilyenkor? Inni ilyenkor nyáron? Ugye már sok volt az igen, megártott az a háromkort, viccez. Szeretem a fröccsöt egyébként, tehát nyilván ugye ez tényleg évszakfüggő, mert télen kevés inkább vörösborozik az ember, meg tisztán. Azt hogy azt mondod, hogy az üdítő, télen nem, az üdítő. Például, nem, például azért, vörösbor. Például azért vagyok ilyenkor fröccs párti, mert a hidratálás megvan egyben. Tehát, hogy tényleg ugye iszol mondjuk egy deci bort, és azt mit tudom én, 2 deci szódával, tehát én hosszú lépésnek szoktam inni, akkor megvan, akkor nincs az a hatása, amiről az előbb olvastál, hogy akkor kitikad az ember vizet volna. Tehát én azt én nagyon frissítőnek szeretem használni, de... A sör az nem is megy? Valamikor, de a nagy melegben az is, tehát azzal sincs baj, de az a lényeg, hogy és ugyanúgy a málna szörp is teszem hozzá, vagy na, a szumaszúda, igen, 18 alatt. Eddig kint volt egy 18-as karikánk, virtuálisan, most meg lementünk de, 18 alá málna szörpbe. De azért mindig meg kell állapítanom, amikor annak idején én sportoltam gyerekkoromban nagyon sokat ilyen versenyszerűen, tehát egyesületben, és amikor nyáron edzéseink voltak, a jó hideg víznél, csapvíznél. Nincsen jobb, gyerekek. Egyértelmű. Tehát az tényleg a múlt héten Poroszlón voltam, és elmentem reggel futni, nem tudtam aludni. Figyeltem, hogy itt mit levelezgetnek, és jó, elmegyek futni. És annyira boldog voltam, mert ott még működnek a kék kutak, a nyomós kutak. Aha. És ugye menet oda közben akkor egyhez. Tudtam inni, igen. Kezet kis mosni, mert fejedet oda raktad alá? Kutyát, igen. Macskát simogattam menet nál. Közben, és igen, és közben. Aha. És nagyon-nagyon jól esett. És ő mindig megállapítja az ember, nem? Hogy az egyszerű dolgoknál nincs jobb. Tehát ugyanúgy azt mondod, hogy nagyon éhes igen. vagy, és egy zsíros kenyeret, vagy egy vajas kenyeret megeszel, lilahagymával, paprikával, de ezek nagyon egyszerű dolgok, de működnek valamiért. Működnek bizony. A zene is működik, Ace of Base, Beautiful Life velük folytatjuk. Sláger reggel. Az előbb a fröccsöknél fejeztük be, de innen folytatjuk, nem fogjátok elhinni, van, ahol nem megy a fröccs, méghozzá a Pest megyei Csévharaszról van szó, ott ugyanis a kocsma épületből alakítottak ki kápolnát. A történethez hozzátartozik, hogy idős emberek szerették volna, hogy legyen egy másik hely is a templom mellett, ahova el tudnak menni, és közelebb van, mint a templom. Jelentkezett egy kocsmáros, aki azt mondta, hogy veszteségesen működik az ő kocsmája, és felajánlotta tulajdonképpen az egyháznak. Vagy csak meglátta az üzleti lehetőséget, hiszen ugye a szertartások során is szokott némi bor fogyni. Tehát ugye a Mise borra. Persze, aha. Ne felejtjétek el. Na, majd mindjárt kiderül. Mert hogy a vonalban a Csévharaszti plébánia vezetője és egyben Csévharaszt lelkipásztora Antal András. Jó reggelt kívánunk, vagy jó napot kívánunk már, bocsánat. Jó reggelt, Kecsokolom, Antal András vagyok. Üdvözöljük. Köszöntöm Önöket. Üdvözöljük. Megmaradt a misebor? Megmaradt a misebor. Maradt folyamatosan. Mert az énekünk is úgy szól, hogy bor vidámítja az ember szívét. Van egy ilyen misekezdő énekünk. Milyen igaz? Hogy... Itt a fénykép alapján látom, hogy lelkes hölgy koszorú veszi Önt körül. Ebben gondolom ez a felszenteléskor készülhetett ez a fénykép. Ezek szerint elsősorban a hölgyek lettek most a kocsma, és bocsánat, de egyben a templom látogatói? Igazából ugye viccesen azt szokták mondani, hogy párosával szép az élet, de a félreértések elkerülése érdekében egy kórus... énekelt egy éneket, és azért volt ott körülöttem annyi hölgy. De valami jófajta bordalt énekeltek, vagy egyházi éneket? Egyházi éneket énekeltek, egy harang, mivel a kocsma udvarán egy harangot is felállítottunk, ezért a harangról énekeltek, hogy hívogatja az embereket továbbra is vissza. És ez egy ebbe az épületbe. Ez egy kocsma templom, vagy hogy hívják? Mi lett ennek a neve? Hát, igazából már 5 éve talán bezárt kocsma volt, és azt ajánlották fel a tulajdonosok. A hölgy az templomba járó katolikus, a bácsi a tulajdonos az református, és mivel ez a falu végén van 4 kilométerre a templomtól, így felajánlották, hogy lehet használatba, ideadják az egyháznak. Átalakítottuk. Szerintem azért a helyiek ezt továbbra is kocsmának hívják egyébként. Amikor, és ön is úgy mondta egyébként, de, hogy a kocsma. Tudjátok, hogy van ugye az a fedő sztori így a férfiaknál, hogy megyünk a könyvtárba. És akkor azt mondják, megyünk a kápolnába egyet imádkozni, és akkor lehet, hogy akkor elmennek a még működő kocsmába. Vagy amikor azt mondja, hogy megyek a kocsmába, akkor azt jelenti, hogy megyek imádkozni egyet. De. Ez a mai napig így van, nem szűnt meg a név, mai napig én is úgy használom, hogy a Doli kocsma. Tehát, hogy egy ilyen... Megyek misézni a kocsmába? Hát ez túlzás, de nem már, Krisztus Urunktól se állt messze azért, tehát házas ugye volt lakadalomba, ott a vizet borrá változtatta, ő maga is többször járt
az apostolokkal ide-oda. Úgy látom, András, mindent alá lehet támasztani egyébként megfelelő érvrendszerrel, ezzel nincs is baj, én is támogatom ezt, úgyhogy szerintem a helyiek is ott jól el vannak. Meg hát az helyek örülnek. Igen. Így van, változatos, és hát Ferenc pápánk azt mondja, hogy találjunk akár garázsokat, akár más helyeket, ahol összejöhetnek az emberek, tehát nem kell nekünk milliárdokat beruházni új templomok építésébe, hanem először lelki kövekből épüljünk össze, közösségé, mert ahol 2-3 ember ott van, ott Krisztus ott van. Úgyhogy mindegy az, hogy... Igen? Igen, nem, fejezze be, András, bocsánat. Hát úgy nem számít az, hogy most az garázs köntös volt, vagy így van. A misebort, azt hogyan választják ki? Igazából a püspökségeknek van, mert én Gyulafehérváron végeztem a teológiát, ott több 10 hektár szőlője volt a püspökségnek, mi születeltük, mi préseltük, mustott. Tehát az a lényeg, hogy ne legyen benne cukor, vegyszer, vagy bármilyen tartósító. Ingyen kapják akkor, ugye? Ezt nem mondanám, mert ma mit adnak, azt szoktam mondani, hogy Krisztus koporsát se őrizték ingyen, tehát mi is megvesszük, de jutányosan várom. Igen, de hát itt nem liter számra fogy, tehát 1-2 liter bor azért. Nem, liter számra, hektoliterre fogy. Köszönjük szépen, hogy elmondta ezeket nekünk. Nagyon szívesen. Köszönjük. Antal Andrást, a Csíkharaszti plébánia vezetőjét és lelkipásztort hallottuk. Köszönjük. Ez a Sláger reggel. Már el is érkeztünk a 9:30-hez, el is múlt 8 perccel egész pontosan. Időközben megérkezett hozzánk Bulcsú és Szia. Sziasztok. És ugye megvan a napüzenet. Megvan a napüzenete. Az első órában hát pusztító szóviccekkel foglalkoztunk abból az apropóból, hogy van az Urák Csabának, a mai vendégünknek egy speciális területe ehhez, a pusztító neves szóviccek. Zozó küldte azt a kérdést, amire Csaba fogja megmondani a választ, hogy hívják a lengyel autóversenyzőt. Hát ugye ez egy alapkérdés, tehát ő a Mikor Sodrócki, hogyha jól sejtem, de ez el is hangzott már adásban. Igen, de igen. De ez a nyertes SMS-ünk. Örülünk, igen. Igen. Úgyhogy akkor Bulcsú ezt az üzenetet gondolta egy picit tovább, én már látom, mert ugye a szöveg is jóval hosszabb lett, mint ez a Mikor Sodrócki. Bele is csapunk. Ez a napüzenete a Sláger reggelben. Előadja Lóci. Helyett Bulcsú. Why no pivo, why no yeah, why no pivo kruszko, why no pivo, why no yeah, why no pivo kruszko. Mondjátok meg, hogy hívják a lengyel autóversenyzőt, Mikos Sodrocki. Hogy a lengyel autóversenyzőt, Mikos Sodrocki, hogy héjá, héjá, Mikos Sodrocki. Hát a lengyel kocsmárost, Mikonyicki, hogy. Igen. Magam sem csináltam volna jobban. Mit fordítottál le? Pivó az a sör? Nincs lefordítva, ez egy lengyel dal. Ilyen kenyér, sör, bor, nem tudom. Minden benne van. Összeszedted az összes lengyel tudásod, és beleszőtted. Ha már szóvicek, olyan, mint a sportleves. Mindent bele. Úgy tűnik. Bulcsú, köszönjük szépen. Köszönöm, és ha jól szépen tudom, a napüzenete írtes nyertes, tehát aki írta, van nyeremény neki bizony. 2 darab belépő Nyári Károly koncert az Operában című előadására július 7-ére, és egy ajándékkupon a Fresh Nap áruházak jóvoltából. Köszönjük szépen, Bulcsút holnap visszavárjuk. Viszont hallásra. Meg a hallgatóinkat is persze ugyanígy a napüzenetére. Most pedig folytatjuk már is Enrique Iglesiasszal. Sláger reggel. 3:40 után 3 perccel is történnek még újabb események az utakon. Már is erről számolunk be a magasból. Emelkedjen felül a közlekedési helyzeten. A slágerkopter felszáll, jönnek a legfrissebb infók az utakról, felülnézetből. Nem pont most történt, hanem úgy fél órával ezelőtt, de még mindig fennakadást okoz az M3-ason az a baleset, ami a nullás körgyűrű környékén történt, úgyhogy amiatt van dugó most a szilas pihenőhely előtt. Hamarosan újra felszáll a slágerkopter. Addig is a fontos közlekedési információit írja meg a 0630-30-30-103-as számra. Ez a Sláger reggel. Újra eljött egy búcsú ideje. Az Urák Csaba volt ma a vendégünk, és közben megérkezett már Somogyi Zoli is. Jó reggelt kívánok, és ámulok, és bámulok, és komolyan fejet hajtok a Csaba előtt, mert hogy
Hát egy gentleman, érted? Most is rádióstúdióba jött, de azért hosszú nadrágot húzott, mert az... Már beszéltünk. Úgy, jó, beszéltünk. Ja, okay. Igen, de azért, mert megy a tévébe, azért tette. Egyrészt igen, de ugye tegyétek hozzá, hogy tornacipő, kivillanó boka, várjál. Kitűrt, és fel. Fú, épp mondom is akartam, hogy annyira hányöveti vagy, kitűrt ingel. Na. Szóval azt hiszem, hogy megvolt már az agyfagyasztásunk, egy kicsit azért körbe tapogathattunk, megismerkedhettünk veled. És... Verbálisan. Igen, tegyük hozzá. Piros férje most hirtelen. Mi volt itt? Piros lába volt itt az asztal alatt? Hátrébb húzodom most. Mi van, Zoli, megijedtél? Jó, hát legalább is bebújtam neked az asztal alá, elfelejtetted? Te nem vagy az az ijedő, Zoli. Nem lehet elfelejteni. Zoli, a mókamesterünk, te is más mókákkal hódítasz, és fagyasztod az embert, és a Zoli is, úgyhogy... Én, full komoly, full komoly vagyok. Bár a Zoli komoly vagyok, mert Oszkár bácsi nem jön. Na jó. Csabának köszönjük szépen, vagy azú, hát most már innentől kezdve azért köszönöm. Megpróbálom ezt az azút. Igen. Amelyik a szádra áll. Jó, igen. Az és azú. Majd úgy kérdezed, ahogy vagyod, hogy Mizu azú, tudod? Mizu azú, igen, ez egy jó cím. Köszönöm szépen, hogy gondoltatok rám. Örülök, hogy itt lehettem. A hallgatóktól elnézést kérek utólag is az összes elkövetett, hogy mondjam, szóviccért. De ha lehet egy mondatot komolykodni egy ilyen vidám műsor végén, én mindig azt tapasztalom, egyébként bárhol vagyok, hogy a humor az mindig megoldás. Higgyétek el, a humor az mindig egy olyan fajta gyógyszer, meg egy olyan fajta kettcsináló, ami jól jön minden munkahelyen. Én meg ezt szeretem azért úgy képviselni. Úgyhogy, bizony. És komolytalankodunk tovább holnap Csonka Andrással, ő is 6-tól lesz itt velünk. Csonka picivel folytatjuk, most pedig Somogyi Zolit egyedül hagyjuk, magára hagyjuk, de ő szokott kijönni és viccelni velünk, úgyhogy ő vici tovább a vicc. Jól el van magával is. Vici tovább, jó van. A... Borozott reggel, azért van, azóta. Nem, hát mindig ilyen, már megszoktuk. Nem én borozom, te a piros. A piros borozott, az Ádi bakizott. Összehozták. Köszönöm, az új, jól van. Gyere na, köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Sziasztok. További kellemes rádiózást kívánunk, holnap reggel 6-kor jövünk. Az új reggeli műsor. Sláger reggel. Minden hétköznap reggel. 6-tól 10-ig. 103.9 Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.